Sziasztok! Juhos Andrea vagyok, az LHH Magyarország ügyvezetője. Én Kóberos György vagyok, az Ikaros Személyzeti Tanácsadó ügyvezetője. Ez a cég képviseli a Kennedy Executive Search hálózatot Magyarországon. Egy több részes videósorozatnak az egyik elemét látjátok. Csomó dologról beszélgettünk már, olyasmikről, ami minket foglalkoztat. Kiválasztás rendjei, vezetőfejlesztés, az életkor alapú megkülönböztetés vállalhatatlansága, és így tovább. Mindig elmondjuk, szubjektív véleményeket fogalmazunk meg, szeretnénk, örülnénk, ha egyetértenétek velünk, de az se baj, ha nem értetek egyet, sőt, akkor viszont arra kérnénk, hogy titeket, hogy ezt írjátok is meg, beszélgessünk, vitatkozzunk, ez viszi előre a világot. Ma egy másik tabu témát választottunk a beszélgetésünk témájául, nevezetesen ez a HR szakmának a reputációja, megítélése. Én fejvadászként sok HR-esre vagyok kapcsolatban. Szerencsére sok olyan kapcsolatom is van, ahol azt érzem, hogy nagyon ott vannak a szeren, nagyon értik, hogy a biznisz miről szól, és azokat a soft szempontokat is be tudják mondjuk egy keresési folyamatba illeszteni, ami túlmegy az alapvető kritériumokon. Illetve azt is látom, az ő elfogadottságuk a cégen vagy a management teamen belül jó. Természetesen van egy-két olyan eset is, amikor látom, hogy a HR-t nem kellőképpen vonják be egy ilyen folyamatba. Ennek is bizonyára megvan az oka. Andra, hogy látod, hogy mi az oka a HR-nek, legalábbis ilyen vegyes megítélésének itt a magyar HR szakmán belül, illetve a cégeknél? Na, előre bocsátom, hogy én sok éve dolgozom ezen a HR területen, és ugye nem vagyok vállalati HR-es, sose voltam, de azért magamat ennek a HR közösség részének is tekintem, tehát, hogy ezen a szemüvegen keresztül mondom ezt, amit el fogok mondani. Nekem ez egy óriási szívfájdalmam, hogy a HR szakma megítélése az nem ott van, ahol kellene, és ennek szerintem rengeteg oka van. Az egyik oka az, hogy a jobbik esetben a cégeknél dolgozó munkavállalók, azoknak fogalmuk nincs, mit csinál a HR. Egyébként ezek konkrét idézetek, tehát mondjuk akár a családomban rokonom is mondta, hogy mikor megkérdeztem, hogy nagy multinacionális cégnél dolgozik, és megkérdeztem, hogy náluk mit csinál a HR, és azt mondta, hogy fogalmam sincs. Szerintem semmit. A másik, ez a jobb szenárió. A rosszabb szenárió az, hogy a munkavállalók azt gondolják, hogy a HR annak semmi szükség, és igazából nem, hogy építene, hanem inkább rombol. És ennek én azt gondolom, hogy megvan az oka, és az oka az, hogy a HR-re mindenki találkozik valamilyen szinten, és általában nem biztos, hogy a jó szenáriókban találkoznak vele. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy a HR dönt egy kiválasztási folyamatban, ugye jelentkezik 100 ember egy pozícióra, abból egyet fölvesznek, 99 csalódott lesz, és azt mondja, hogy itt a HR hülye, mert nem engem választottak, vagy a toborzó hülye, vagy a fejvadász hülye, de valaki biztosan hülye, és biztos nem az a döntéshozóra gondol, aki a döntést meghozta. Ugyanez igaz a szervezetekben, a promócióknál, ugye? Nagyon sok ember vágyik arra, hogy erőléptessék, mert az több fizetéssel, nagyobb autóval, stb. Jár, és ott is azt gondolják, hogy az, hogy nem engem választottak, hanem Gibbs Jakabot, azt a HR hülyesége, mert nem látják meg bennem a fantasztikusságot, meg a zsenialitást. És akkor van egy harmadik, hogy ugye sajnos nagyon sok cégnél sorra kerül egyfajta szervezeti átalakításra, ami leépítésekkel jár, és akkor azt gondolom, én nagyon rengeteget, ugye mi egy outplacement cég vagyunk, tehát mi olyan emberekkel dolgozunk, akiket elbocsátottak. Nagyon sokszor hallom az első beszélgetésen, amikor megkérdezem, hogy mi történt, hogy történt ez az egész, hogy érte a hír, hogy hát, amikor felhívtak és mondták, hogy jön a HR egy beszélgetésre, akkor már tudtam, hogy ki vagyok rakva. Na, tehát, hogy az van, hogy az HR-rel az embereknek van egyrészt nem tudják, hogy mit csinál a HR, ezért azt gondolják, hogy olyanokban dönt, amiben nem kéne. Másrészt meg vannak effektív, konkrét, rossz tapasztalataik is a HR-ral. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj a HR szakmának, és akinek ne inge, ne vegye magára, az, hogy nem tudja a HR szakma elmondani a saját munkavállalóinak elsősorban, és aztán utána a világnak, hogy mi az, ami a dolgom, de talán ennél még fontosabb, hogy mi az, amiben nem én vagyok. Sem felelős, sem döntéshozó, és nem rajtam múlnak ilyen értelemben embereknek a sora. Nem tudom, te ezzel egyetértesz, amit most így elmondtam? Igen, illetve azzal egészíteném ki, hogy nagyon sok cégnél tulajdonképpen a HR megmaradt egy ilyen régi bérszámfejtő, adminisztrációt elintéző funkciónak, és kevésbé tud részt venni az üzleti folyamatokban. Ennek lehet, hogy részben az is az oka, hogy
hogy viszonylag tapasztalatlanabb emberek kerülnek be ebbe a funkcióba, és nem is engedik őket belelátni az üzleti folyamatokba, hanem megtartják ezen a végrehajtó funkcióba, és az igazi tanácsadó szerepet kevésbé tudják ezáltal betölteni. Ezzel teljesen egyetértek. Én is nagyon sokszor hallom HR vezetőktől, vagy HR munkatársaktól, hogy de hát nem vagyunk ott azoknál a fontos döntéseknél, ahol a cég jövőjét, a stratégiáját meghatározzák, és ezért mindig csak futunk az események után. Na most ugye, hogy egy kicsit így pozitívabb véleményünk is legyen, vagy gondolatunk, vagy javaslatunk is legyen, én mindig azt szoktam mondani, hogy ami nagyon fontos, az elsődleges, ami nélkül nem működik a dolog, és az pedig az, hogy érts az üzlethez. Tehát, hogy ha te egy FMCG cégnél dolgozol, vagy egy gyógyszeripari cégnél dolgozod, akkor neked kutya kötelességed HR-esként azt tudni, hogy milyen trendek zajlanak a gyógyszeriparban, hogy a többi cég, akik az esetleg a te konkurenciád, azok mit csinálnak, hogy milyen fejlesztések zajlanak, és így tovább. Tehát meg kell értened azt, hogy miről szól az iparág, és bocsánat, erre van azért egy-egy jó példa, tehát vannak olyan pont FMCG cégeknél onboarding programok, ahol az új munkavállalókat, például egy HR-est elküldik a CSS-sel együtt üzletet kötni, és annál jobb iskola szerintem nincs. Abszolút, teljesen egyetértek, tehát ez is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ilyen értelemben is képeződjenek a HR-esek, vagy képezzék őket. A másik az az, hogy legyél hiteles. És legyél, furcsa szó, de bizalomgerjesztő. Na most, hogy tudod ezt elérni? Ezt úgy tudod elérni, hogy olyan emberi kapcsolatokat építesz ki a munkatársaiddal, leginkább azokkal a vezetőkkel, akiknek te dolgozol, ha mondjuk egy HR business partner vagy, akik azt tudják érteni, vagy azt tudják érezni rólad, inkább így fogalmaznék, hogy te úgy gondolod, hogy ők fontosak neked, hogy őket respektálod, hogy őtőlük tanulni szeretnél, és ez megint egy picit visszautal arra is, hogy érts az üzlethez. Enélkül ez nem fog menni, hogy a megfelelő emberekkel a megfelelő beszélgetéseket lefolytasd. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy a saját szakmád, tehát a HR szakmat rendjeivel legyél tisztában. Na most én azt gondolom, hogy erre zilliónyi lehetőség van. Én egy nagy támogatója vagyok a MOOC kurzusoknak, ugye ezek a Massive Online Open Courses, ami gyakorlatilag a világ legjobb egyetemei által nagyon minimális költséggel elérhető olyan kurzusok, amelyekben gyakorlatilag a HR szakma teljes minden elemét lefedő kurzusokon lehet részt venni. Ha most azt kérdezné tőlem valaki, fiatal HR-esként, hogy mit tanuljak, ahhoz, hogy én ilyen bizalomgerjesztő, illetve hiteles HR-es legyek, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy adatbányászatot, vagy adattudományt mindenféleképpen érdemes tanulni, storytellinget mindenféleképpen érdemes tanulni, mert a kommunikáció az a HR szakmában is hihetetlenül fontos. Én azt mondanám, hogy infografika készítést is érdemes tanulni, hiszen lejárt annak az ideje, amikor 4-5 oldalas dokumentumokat készítettünk, és azt adtuk a vezetőknek, ezt senki nem fogja már elolvasni. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amit meg lehetne tanulni, és akkor így leszek hiteles. Tehát hogyan tud mondjuk egy learning and development munkatárs hiteles lenni a beosztottak vagy a kollégái számára, azok, akiknek a képzéseit tervezi, hogyha ő maga nem tud felmutatni évente 2-3-4 olyan új képzést, amit saját maga kedvedéséből vagy a cégének az irányításával, de amin részt vesz. Szóval ez a tanulj, ez szerintem megkerülhetetlen ahhoz, hogy a HR szakmának a reputáció és a brandje nagyban javuljon. Én visszatérnék a én kis gondolataimhoz, hogy mindenképpen fontos, hogy ott legyen, hogy jelen legyen a HR-es és az üzlet életében, ami azt jelenti, hogy például egy termelő cégnél ott a termelésbe is azért jelenjen meg, és nem csak akkor, amikor egy felmondást kell valakinek átadni, hanem teremtsen erre mindenféle lehetőségeket, hogy vagy egyszerűen csak egy cigi szünetbe menjen ő is le a többiekkel, és próbáljon ilyen szempontból is kapcsolatot teremteni, és ezáltal hitelességet szerezni. Tehát akkor tulajdonképpen most azt mondhatjuk, hogy három dolgot javasolunk jövendőbeli, vagy most már HR-ben dolgozó HR-es kollégáknak. Az egyik az, hogy tanuld meg azt az üzletet, amiben dolgozol. Igen. És ez beszélgetéseken keresztül nem olyan nagyon nehéz. A másik az, hogy pontosan legyél tisztában azzal, hogy a HR szakmának milyen trendjei vannak, milyen változások várhatók, és miben érdemes elmélyülni ahhoz, hogy te egy napra kész és jövőbiztos HR-es legyél, és a harmadik pedig az, hogy tanulj.
Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen!